Hello, sziasztok srácok! Gyere Sándor, ha már egyszer felugrottál az ölembe! Köszönjük! Mindig egyébként föl szokott gép közben is ugrani a ölembe a Sándor. Hát most meg kifejezetten itt van. Na, nagyon régen volt kommentreagáló videó, és egy szerintem aktuális, mivel nagyon sok komment érkezik, főleg Farming Simulatorral kapcsolatban, meg egyébként a Bencével folytatott gameplay-jel kapcsolatban is. Úgyhogy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen videót, egyszerűbb, mint minden egyes kommentre külön írni. Úgyhogy készüljetek, dőljetek hátra, valaki kommentőrt, akkor meg fogjátok látni, meg kényes témákat is lehet, hogy érinteni fog a Keeper. Na jó, oké. Na, Kristóf Barnóci kérdezte, hogy hogyan kell külső nézetre váltani a Farming Simulator 25-ben. Hát úgy kell, hogy a C-t megnyomod, és akkor úgy tudsz átváltani. Mega X-Back írta, érdeklődnék, hogy neked milyen konfigod van, mert nekem 30-90-nel néha-néha szakadozik, és nem képes 2K-ban 89 FPS fölé vinni, holott kellene, hogy tudjon többet. Hát az biztos, hogy kellene, hogy tudjon többet. Gondolom, hogyha ilyen konfigod van, akkor, vagy egy ilyen videokártyádban, akkor nyilván SSD-ről játszasz. Ez egyértelmű, hogy minden játékot már SSD-ről muszáj futtatni. Nekem a konfigom meglehetősen gatya. Egy Ryzen 5 2600, 1080 Ti VGA és 16 giga RAM. És ugye csak mindent SSD-ről használok. Úgyhogy ez gyakorlatilag nem nagy gép, és láttátok például ebbe a videóba, vagy aki látta ezt a videót, hogy ultrán mindenféle röccenés nélkül működik. Hogyha akad neked bizonyos szituációkban, az egyébként lehet, hogy ilyen töltögetés inkább, szerintem a 30-90-nek semmilyen körülmények között nem szabadna egy picit sem megakadnia. Szóval ez 90% szerintem, hogy valamilyen nem videó megjelenítéssel kapcsolatos akadás, hanem inkább ilyen töltögetés vagy ilyesmi akar lenni. De ugye nagyon gyakran ez engine hibája is tud lenni az, hogyha megakad egy játék, nem feltétlenül a konfigé. Hát valószínű, hogyha ilyen videokártyád van, akkor az SSD az egy alapkövetelmény. Nekem ez van, ugye az előbb elmondtam, hogy milyen konfigom van, tök jó fut rajta, recenés nélkül. De én egyébként nem 2K-ban játszom, hanem 1080-ban, 1080p-ben ugye, mivel úgyis rögzítem a videókat, nem kifejezetten igénylem, hogy 2K-ba vagy 4K-ba futtassam. De ha gondolod, akkor csinálok egy tesztet róla. Ugye annyi szerencsém van, hogy a 1080 GTX 1080 az egy flagship kártya volt anno, és emiatt még mindig elég jó teljesítményt tud produkálni a játékokban. Igen, egy kifejezetten jó kártyának mondják. Cicoma írta, sajnos engem nem köt le monoton nagyon, apró változtatások miatt se venném meg. Erősen túlározott amúgy ahhoz képest, hogy nem nyújt sokkal többet, mint korábban. Hát igen. Igen. Ez egy jó kritika. Nem túl sokat nyújt, de mindig éppen eleget szerintem ahhoz, hogy akik függik a Farming Simulatort, és nagyon nagy rajongó tábora van már most. Nem AAA címnek számít ugye a Farming Simulator, viszont szerintem most már kitört az ilyen underground státuszából, és eléggé mainstream játék a Farming Simulator. Hát azért nem annyira mainstream, mint a tényleg a nagy AAA címek, mint egy GTA, viszont nagyon nagy rajongó tábora van, és mindig általában mindig megveszik az új részeket a rajongók. És oké, hogy nem túl sokkal több, mint az előző rész, a 22, viszont, hogy mondjam, viszont jobb. És miért ne játssza a legjobb Farming Simulatorral? Érted? Erre ezt tudnám válaszolni. Nigruskaja. Szerintem sokat optimalizáltak a játékon 22-höz képest. Sokkal simábban fut, illetve nem olyan zöldes és fakó minden, mint a 22 volt. Még a modokra majd nagyon kíváncsi leszek. Igen, modokra én is nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként nekem tényleg nagyon smoothnak tűnt a futása. A Farming Simulator 22-ben voltak nekem ilyen töltögetés akadásaim, de itt egyelőre nem. Aha. Igen, itt meg ide is írta, hogy ő neki megakad. Igen, engine probléma is lehet, meg egy csomó minden probléma lehet. Biztos
körülnéztél fórumokon, hogy miért történhet ez. Oscar Cell 5612. Rakodó géppel földmunkát megnéztem volna a helyedbe. Mindenképpen egyébként lesztek részek, Farming Simulator 22, alig várom, hogy elkezdjem, mindjárt veszem fel a következő részt. Megpróbálok, hát nem azt mondom, hogy professional gameplayt csinálni, hanem inkább ilyen minden aspektusát megmutatni a játéknak, kipróbálni mindent. Valószínű, hogy legelőször meg fogunk próbálkozni egy ilyen bérmunka dologgal, és különböző olyan bérmunkákat elvégezni, amik annyira nem gyakoriak, elég ritkák. Úgyhogy így meg jobban megismerjük a játékot. Ferrir Varg, A-Keeper, semmi dramaturgiai érzéked nincs. A löketés előtt kellett volna megállítani a videót, és egy jó kis hangoverrel befejezni, hogy a következő részben kiderül, vajon sikerült-e jól megrakni a trélet. Egyébként tényleg, ezt olvastam azt a kommentet, nagyon igazad van, de higgyétek el, vagy hidd el, hogy az is elég nagy hangover szerintem önmagában, hogy MTZ-kkel próbálunk dupla pótot szállítani ebbe a sárba, orosz mapor. Hát, ez is szerintem eléggé durva szituáció fog lenni. Igen. Na, Norbert Tuka, igen, egyébként ezt látjátok, modolt, SnowRunnerhez írta. Norbert Tuka, amikor elindítottam a gémet, ki akartam lépni, mert azt hittem FS22 indul el véletlen. Nekem összesen egy kérdésem maradt, így kb. 5-6 óra játék után. Mégis mi a fenét csinált a fejlesztő csapat az elmúlt 3 évben? Nagyítóval sem lehet találni semmi változást a két játék között. Kiadni 2024 év végén egy ilyen játékot $50 nagyon meredek. Egyébként részben egyetértek veled, hogy azért ezt, amit összehoztak a Farming Simulator 25-ben, a 22-höz képest, ez nagyon nem 3 év munkája egy ekkora fejlesztő csapatnak, és az nagyon érdemi dolog, talán nem is került bele. Viszont az apróságok, amiktől több, mint a 22, ezek viszont előnyére szolgálnak, és valószínű emiatt érdemes váltani 22-ről 25-re, mert vannak benne olyan dolgok, amik tök jók. Tudom, hogy nem nagy dolog például, hogy belapul a kerék alatt ugye a talaj, viszont ez egy jó feature, ez jól néz ki. Jól néznek ki a tükröződések, jól néznek ki ezek a köreffektek, ezek az atmoszférikus effektek. Egy icipicit igazából minden tekintetben jobban néz ki a játék, és ha már egyszer farming szimulátorozol, akkor miért ne a legjobb verzióval játsz? És ez valahol igen esélyes, hogy kihasználják ezt a készítők. Ez kb. Ugyanaz, mint a FIFA részek, meg az összes sportjáték, amit évente kiadnak, és gyakorlatilag olyan nagy nagyon nagy változás nincsen, de igazából mindig megveszi az ember. Az is a probléma szerintem ezzel a játékkal, van mondva nem is a játékkal, hanem magával, nem a játékkal, hogy ez az engine, ennek a határait nagyon súrolja már a Giant, és hatalmas ugrás akkor lenne, hogyha kicserélné ezt a játék engine-t. Ez igazából ennyit tud, ez ennyit, ennyire képes fizikai téren főleg, grafikai téren is szerintem határokat súrolja. A fényárnyék effektek azok annyira nem szépek, mint egy AAA címbe, vagy egy másik engine-nel megáldott játékba. A fizika az meg, ez meg nagyon ennyit tud, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon fognak engine cserélni, engine cserével ugye leginkább buknák azt a community-t, ami legyártja nekik a modokat, amivel igazából egy hatalmas erőnyt tudnak szerezni a többi farmingos játékkal szembe. Úgyhogy ennyi. De viszont szerintem érdemes cserélni, tudom, igen, nem 3 év munkája van ebbe, főleg egy nagyobb fejlesztő csapatnak, nem olyan túl nagy változások vannak, de vannak változások, és ha már vannak változások, szerintem az jó. Karabok Krisztián, 1703. Amúgy FS22-ben is van ilyen kézzel,
tologatós kasza, ott tud sétálni a karakter. Igen, ott meg volt csinálva. Basszus, tényleg van ott egy ilyen kisebb, ugye? És ott volt külön sétanimáció. Igen, azt kiemeltem, hogy ilyen apró dolgokat miért nem javítanak, és akkor tényleg megemeltem. Lehet, hogy nem figyeltek rá, de hát rengeteg teszt, vagy nagyon hosszú tesztidőszak van egy ilyen játéknál. Biztos, hogy kiszúrták, hogy nem jól működik a sétanimáció az ilyen tologatós kaszánál, és akkor mégis behagyták, hogy így akadozva, lupolva ismétlődik gyakorlatilag vagy a futás animáció kezdete, és ilyen akadozva fut a karakter. Ez nekem nem tetszik. B. Gábor 1980 írja, Hutan Pantai Malajziában van. És zselonkát meg zselonkának ejtik a lengyelek. Vártam nagyon ezt a bemutatót, mert nagyon közel áll egymáshoz az ízlésünk játékok terén. Engem is meglepett, hogy milyen jól fut a gépemen. Bár 1080 Ti most is nagyon ütős kártya ám. Nekem egy RTX 3050-esen van 8 giga RAM-mal, de sokkal lassabb a tiédnél. Igen, ezt említettem, hogy gyakorlatilag 1080 Ti az egy ilyen 3060 környékén van, ugye? Ami jóval több, hát gyakorlatilag három vagy két generációval újabb kártya, és mégis úgy egész jól elévickel. A proci és a RAM ugyanaz, mint nálad. Ezért kicsit félek, hogy nem fog jól futni. Ami nagyon tetszik, hogy a traktoroknál végre jól megcsinálták a diffi hangokat. Egyébként igen, a hangok is jobbak. Úgyhogy jobbak, akármilyen kicsivel is, de jobb a Farming Simulator 25. Pedig én tudjátok, hogy nagyon kritikusan állok hozzá. És így el kell fogadni azt, hogyha a legjobb Farming Simulatorral akarsz játszani, akkor 25-tel tudsz játszani. Nagyon remélem, hogy az MTZ-nél is beteszik. Mert majd... hogy nem jobban lehet hallani a nyávogást, mint a motorhangot. Kíváncsi leszek az elsüllyedés módra, amit már a 19-szer is meg volt csinálva. Aha! Igen, szerintem az éjszakán a moderek tudnak majd sötétíteni. Igen, ugye a Farming Simulator 15-ben is volt már olyan mód, amelyik ilyen nagyon sötét volt. Egyébként a 3050-esen szerintem nem lesz olyan nagy probléma. Szerintem tök jól fog futni. Érdemes, most én nem buzdítok senkit de, arra, hogy virágboltos verziót szedjen le, de hogyha ilyen dilemma van, vagy ilyen dilemmával nézel szembe, hogy fut-e majd jól a játék, vagy nem fut-e jól a játék, igaz, hogy ugye Steamen van visszatérítés, de egyszerűbb lehúzol egy virágboltos verziót, megnézed, hogy ez hogy fut, és hogy neked ez jó lesz-e, hogy érdemes-e belefektetni ezt az összeget. Mikor megláttam a... Mi ez? Júj, mikor megláttam a fejéhez csaptam. De úgy vagyok vele, hogy inkább játsszál vele, és majd eldöntöm, hogy kell vagy nem. Hú, ezt nem tudom, hogy ez mire volt. Mire volt? Ja, és írták, hogy nem, ez Japán. Valaki meg írta, hogy Malajzia. Oké, Dávid Pechinger 339. Az elég biztatóan néz ki, nem is gondoltam volna, még nincs meg, de ezt elnézve megkockáztatom, bátrabban már lehetséges, hogy megveszem. Ígéretesnek tűnik, így első benyomásra. 22 nekem annyira nem volt átütő, 19-szel játszom a mai napig. Eddig az volt a favorit, a 17 után, 15-tel kezdtem. Mindet imádtam, eddig a 22 kivételével, de abban bízom, hogy kompenzálni fog, és mindent felülírja majd. Köszönöm, képerem a mutatót, régóta rajongód vagyok, mindig most is csúcs videót csináltál, nagyon szépen köszönöm, pedig nagyon spontán volt. Köszi szépen, nagyon kedves vagy. Egyébként nekem is a 22 az, amivel szerintem a legkevesebbet játszottunk, nem? Legkevesebb videót szerintem a 22-vel csináltam. Azt talán elérte a sterilitás csúcsát a farming szimulátorokban, nem tudom, de mondjuk a 19 vagy a 17 is azért elég steril volt, a 22 az talán volt a legművibb nekem. A 25 az nekem most valahogy bejön. Na, Roland! Szia!
smooth lett! De nem, érted, hogy mire gondolok? Remélem mindenki értette ebbe a kritikába, hogy mi volt az a smooth dolog, hogy ilyen nagyon kis sima lesz az egész. Ha már ennyire tetszik ez a szó, amúgy jó sok dolog került bele, amiket már nem kell modolni, például építkezés, érdekesebb kontaktok, rizsföld, ilyesmi. Kíváncsi vagyok, a tornádo mennyire cseszi szét a földeket, járműveket. Amit még beletehettek volna sok a kérésére, azok a régi retro gépek, kis térképpel, DLC-ként akár lehet is, bár úgy is lesznek modok. Igen, egyébként a modok úgy is le fogják uralni az egészet, nagyon keveset játszanak az emberek ilyen vanilla verzióval. Szóval, igen, ott vannak a modok, és ez egy hatalmas előny a Farming Simulatornak és a Giantsnek, hogy van egy ekkora tábor, aki modokat gyárt hozzá, és ezért is mondtam, hogy szerintem az engine-t emiatt nem nagyon akarják lecserélni. Mindenki tudja, hogy kell modokat csinálni, nagyon egyszerű átültetni egyik verzióból a másikba, nagyon smoothul működik ez az egész. Tiger! Def, azaz Diesel. AdBlue. Ja, az AdBlue is kell hozzá, és ezt külön kell tankolnom? Vagy pedig az hogy lesz? Vagy egyszerre töltődik fel? Nagyon jó. Köszönöm szépen az információt. Ezt olvastam egyébként ma már a munkáján, a Telón a kommenteket, néhány az már így nem újdonság számomra. Modern dízelmotoroknál a károsanyag kibocsátás csökkent és használja kipufogó rendszerben ammónia vizes oldalt. Köszönöm szépen egyébként. Ez írja Vladimir, hogy ezt a Farming Simulátort nagyon összerakták, nagyon jó a játékmenet, a grafika, a hatások, lassú jöhetnek az FS22, jöhet az FS25, alsó újlak. Na, annyit akartam mondani, mert már máshol jár az eszem, hogy visszatérve itt, hogy mit csináltak 3 évig, én nagyon örülök például az NPC-knek. Igaz, hogy nem olyan túl sokat ad hozzá, de ugye ebből például ki lehet hozni talán még többet, hogy az NPC-k azokkal, NPC-kkel még inkább lehet interaktálni. Ez egy ilyen alap, amire lehet majd építkezni szerintem, de most már így alapszinten is sokkal érdekesebb, mint hogyha nem lenne. Hogyha tudsz beszélni NPC-kkel, az szerintem nagyon sokat ad az egészhez. Meg egyébként néztük tegnap ugye a videóba, a város lakó NPC-k, akik lefel járkálnak, azok se annyira statikusak már, mint régen. Nekem az is nagyon tetszik. Nekem ez, ilyen apró dolgok tudnak nagyon fontosak lenni, és ezt a videóban is kihangsúlyoztam, hogy ez olyan, mint egy főzés, hogy nagyon apró dolgok kerülnek bele egy ételbe. Lehet, hogy csak egy nüansznyi fűszer, vagy egy nagyon kicsi só, egy nagyon kicsi bors, egy pici ez, egy pici az, ami önmagába számodra nem is tudatosodik, amikor eszed, de mégis az összhatáshoz ad, és emiatt jobbnak érzed. De olyan apró dolgok, amik tényleg nem tudatosak számodra, lehet, hogy egy madár csicsergés, amikor szántasz, vagy a fodrozódó víz, vagy a benyomódó keréknyom, vagy a sárosodás más miensége, ezek mind olyan apró dolgok, amik tényleg játékmenet közben, vagy amikor játszol, nem veszed észre őket, de adnak az élményhez, és ezekkel az apró dolgokkal, és ezzel hogy csiszolják a játékmenetet, és a grafikát, és a fizikát, ilyen apróságokkal, ezek adnak hozzá, és emiatt a 22-nél ezek miatt jobb ez a játék. Zsolt, Fekete Zsolt! Hello! Ismét egy remek videó, köszönjük! Azt szeretném kérdezni, hogy a Farmer's Life, vagy a Professional Farmer, vagy a 100 éves farming, 1 milliárd eurós kihívás, vagy a 20 folytatása, úgy gondolod ezek a továbbiakban? A Farmer's Life nem. A Professional Farmer, az egy nagyon jó játék, de nagyon félek tőle, hogy kimerült, mivel konkrétan, igen, lehet benne gazdálkodni. Jók az alapok, csak ugye például kipróbáltuk a modokat, nincsen hozzá, nem csinálnak hozzá, a játékot nem fejlesztik, nincs hozzá map. Ezen az alap mapon lehetnek gazdálkodni, ami nem rossz. Rettenetesen bonyolultan. Azt a játékot úgy tudod játszani, hogy abban benne vagy,
rá van állva az agyad, mert különben, hogyha csak így koca játékosként csinálsz belőle néhány részt, nem fogod átlátni teljesen, bakizol, hülyeségeket csinálsz, nem fogsz érteni hozzá. Az egy ilyen teljes értékű ember kíván az a játék. A 100 éves farm az tök jó lenne folytatni, elképzelhető egyébként, hogy 25-be kellene folytatnunk akkor már. Farming Simulator 19, 1 millió eurós kihívás, azt is egyébként lehetne, vagy pedig 22, ugye azt is lehetne átültetni 25-be. Igen, igen, úgyhogy nem tudom. Jaj, András írja, olyan hajó, ami a torpedóban egy kockát foglalt csak, de nem, ilyen pici hajó volt, így is olyan pici hajó. Zsolt Csebő! Az egyik legaktívabb kommentelő a csatornád. Szia! Lengyel térkép, igen. Zselonka, ugye? Zsével kell ejteni. Szkeptikus voltam, de a forgalom, hogy előz, meglepett. Abban a keréknyomban billeg is a traktor, vagy csak ugyanaz, mint eddig. Igen, ez most engem, ezt olvastam a kommentedet, most eszembe jutott, és ez engem is érdekel, hogy az a keréknyom, az konkrétan bele fog-e billenni a traktor, de szerintem nem. És megmondom, hogy miért. Azért nem fog belevinni, mert konkrétan, hogyha például keresztbe mész ugyanott, akkor ugyanolyan mély keréknyomot fog hagyni, és tehát nem billenhet bele, ha ugyanolyan mély keréknyomot hagysz. Mert attól, hogy kétszer elmész ugyanazon a területén, én azt vettem észre, nem lesz mélyebb a keréknyom. Tehát ez gyakorlatilag úgy működik, hogy van egy bizonyos, mondjuk a kultivált területnek, van egy olyan paraméter, hogy milyen mélyre süllyed be a traktor, és ugye ha mondjuk egy nagyon könnyű traktorral, meg ezt ki fogom próbálni a következő videóban, ezt ki fogom próbálni, mert igazad van, egy könnyű traktorral, vagy egy cross motorral, hogy abban a keréknyomba, ha belemegyünk, akkor ez fog-e belebillenni, ez nagyon érdekes. Igen, látni fejlődést. Én is meglepődtem. Én tényleg nagyon szkeptikusan állok mindig hozzá ezekhez a részekhez. Alapból van benne magyar. Igen, alapból van benne magyar, van 26 nyelv van benne, ami nagyon dicséretes, és ez tök jó dolog szerintem. Igaz, hogy azért annyira sok mindent nem kell fordítani mondjuk mint egy RPG-be, de viszont van benne magyar. Vilmos kérdezte itt. Keeper, FS15-ből 25-be? Roland, igen. Meg kellett néznünk nagyon ezt a játékot, nyilván. Marcel is rengeteget kommentel, őnek is nagyon szépen köszönöm. Szerintem kezdhetnél Zselonkában, viszont most már van zöldségtermesztés, répa, paszternák, szerintem próbáld ki azt, meg a többi olyan növényt, ami eddig nem. Na meg érdemesebb most már a termelési láncokat használni, nem egyből eladni. Igen, igen, igen. Fú, asszus, az tök jó egyébként. Igen, ezt meg fogjuk próbálni. Szerintem bérmunkázni fogunk, és a különleges bérmunkákat fogjuk csinálni. Erik Farkas írja, 69 ezer feliratkozó, gratula. Köszönöm szépen, főleg a 69, ez egy nagyon szép szám. Zsolt Csebő, a Model SnowRunnerhez. Régen létezett más traktor is, mint az MTZ, ha jól emlékszem. Tudom, te abban nőttél fel, de akkor is. Én arra a 25 lovas MTZ-re gondoltam, hogy fura nekem. Igen, egyébként létezett más traktor, és fogunk is használni. Az a nagy probléma egyébként, hogy SnowRunnerben nincsen nagyon sok traktormód, pedig szerettük volna még ezt erőltetni, de ilyen 5 traktor van, amit tudunk használni körülbelül. Igen, és itt is Leo Tatár írja, hogy lengyel Zselonka. Viola Bence! Itt van, Viola Bence írt. Ugye ő az, akivel toljuk a Modern SnowRunner-t. Szevasztok! Ez a mini volt a munka, precíz része, a kövi rész, csak erős idegzetűeknek. Csapatjuk tovább. Egyébként, ja, brutális, durva. A következő rész az halál lesz, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szereti. Itt írja. Sanci, Ulva, Ki. Szia Keeper, legyenek kisebb traktorok, mint a T25, meg a T30. Igen, az volt, meg valószínűleg használjuk még. Sírja, hogy más MTZ-ek nincsenek. Nagyon kevés mód van traktor mód van a SnowRunnerhez, nem is értem, hogy miért. Marcel,
45-55-nél, amit pont kifogtál, New Holland az gázüzemű. Olyan, mint az egyes targoncák. 80 kg, 80 kg-os gáz. Ó, értem. Az meg gázüzemű. És itt is írja például, ugye, itt tudom, hogy mire gondol, hogy most már kell ilyen zsinort menni ugye a bálázóba, vagy egy ilyen stugrot, lesz annyi, bocsánat, itt érte, hogy kell hozzá dolog ugye a bálázóhoz. Nem csak úgy, hogy bálázunk, hanem kell hozzá anyag is, meg különböző munkafolyamathoz másfajta anyag. Jó, oké, most rájöttem, hogy bakiztam. Ezelőtt a Farming Simulatorban az jégeső volt, nem eső. Az azért volt érdekes. Oké, bocsánat. Bocsánat, jó, hogy felhívtad a figyelmem. Ezért is gondoltam, megcsinálom ezt a kommentreagáló videót, legalább tanul a keeper valamit. GGC lapjú. Ne! Azt írja, hogy a keréknyom eltűnik sok idő után, de a bemélyedés nem. Az viszont nagyon OP, az tök jó. Igen, itt Dávid kérdezte, hogy milyen gépen van. Válaszoltam neki. Agroszin írja, igen, végre Keeper, FS, el sem hiszem. Ó, jaj. Akartam írni neki, Dominiknak, ő írta, hogy megvettem elővételbe a játékot, nagyon vártam már, hogy jöjjön. Erre megjelenés előtt egy héttel lebetegszek, na mondom, se baj, legalább tudok játszani majd. Megjelenés előtt egy nappal be kellett jönnem a kórházba tüdőgyulladás miatt. Hát írták is neki jobbulást, és én is jobbulást kívánok neked innen. Remélem, hogy hamar tudsz játszani, de minél hamarabb meggyógyulsz, igazából az a legfontosabb. Marcel! Zselonka a térkép, és egy valós kelet-lengyel tájról készült. Ez FS22 Premium Edition térképe, amit áthoztak, mindig áthoznak egy régebbi térképet az előző FS-ből. Köszönöm szépen a kiigazítást. Gabriel! Idén előbb jött a karácsony, meg a Mikulás, meg a születésnap. Igen, végre. Valamit el akarok mondani, srácok, eszembe jutott. A Lada támogatói, ugye vannak Lada támogatók, amik gyakorlatilag tagoknak, tagonként, vagy tagoknak számítanak a csatornán, ugye. Van egy külön Lada támogatói tagság. Erre voltak emberek, akik befizettek, feliratkoztak. Viszont azt vonják vissza, Léci, hogy azt át fogom alakítani, hogy az valami nagyon minimál összeges legyen, mert... le fogja vonni tőlük még egyszer. Úgyhogy ezt erről lehet, hogy csinálok egy külön videót, vagy át is alakítom, hogy ebben ne legyen, ne fussatok bele. Szia, mehetek segíteni? Írtátok többen egyébként, hogy lehet-e segíteni módon a SnowRunnerben. Hát ezt a mapot már valószínű végigvehetjük, aztán esetleg többen is tudtok jönni, majd mindig egy ember esetleg be tud csatlakozni. De ugye csak az a baj, négyen lehet játszani a SnowRunnerbe, meg ugye a modokkal nagyon lehet szopni sokat. Sokat, még mi is úgy a Bencével valamikor ilyen fél meg egy órát szoktunk tökölni, amire a modok összehozódnak, összeszinkronizálódnak, hiába van letöltve, nem működik. Igen, Gabriel itt írta, hogy FS25-et kellene játszani, aztán tudom, pontosan láttam a kommentjét, és egy óra múlva kiraktam az FS25-et. Modok nevét Léci, Kristóf Szalóki írta, Bence kirakta egyébként a Discord szerverünkre, vagy a Discord szerveremre, ő kirakta a modok listáját. Bence kérdezi, szia Keeper, Zetor mod van, azzal menjetek, ha van egy részt. Nincs, sajnos nincs, UTB 65 nincs. Itt kérdezi a Ashwa... Ashen van 77. Sikerült, ez bonyolult szó volt, bocsánat. A Seven Days to film sorozattal mi a helyzet? Nem lesz végül? Hát, igen. Cicoma meg is válaszolta, hogy nehéz, nehezen összehozható volt.
Több aspektusból is. Egy az, hogy Bence csak hétvégén ér rá, Cicoma csak mondhatni este vagy éjszaka ér rá felvenni, és így akkor eléggé korlátozott volt az az időszak, amikor fel tudtuk volna venni. Egyet fölvettem egyébként, egyrészt. Volt más probléma is, volt, hogy nagyon magas pingünk volt, nagyon furcsa dolgok voltak. Inkább elvetettük, rettenetesen macerás lett volna, és annyira nem is tűnt úgy, hogy érdekel benneteket. Nagyon sok munka lett volna vele, ugye. Meg hát nem, sokszor gyakorlatilag egy-két dolog nem is működött. Jó. Igen, itt is írják, hogy UTB 650, SnowRunnerben, sajnos nincs. Igen, itt is kérdezik, hogy hogy töltöttem le. Azt SnowRunneren belül töltöttük le egyébként a modokat, nem hackeltünk be semmilyen modot. Smokey is kérdezi, lehet-e jönni. Egyébként az előbb arra válaszolta, esélyes, hogy lehet jönni. Marcel, szia Keeper, nem tudom, hogy tudod-e, de ma jelent meg az FS25. Igen, tudom, van egy-két outdated comment egyébként. Igen, Adrián is kérdezte, gyakorlatilag válaszoltam. Jaj. Igen, itt volt egy komment, amit nem akarok felolvasni, mert erre reagáltam egyébként már feljebb. Igen, befolyásol a tényező az első, B. Dávid írta, erre nem gondoltam, meg szerintem Bence is úgy gondolja, hogy nem befolyásoló tényező. Hogyha esetleg látod ezt a kommentre reagáló videót, akkor fejtsd ki, mert rohadtul kíváncsi vagyok, szerintem Bence is, hogy befolyásolja az eső SnowRunnerbe a dolgokat. Karaba Krisztián, 1703. Holy Keeper, érdemes lenne könyveket vásárolnod, ha más nem legalább a késeset, meg a szakácskönyvet, így haladsz, hamarabb fogsz tudni készíteni, mint találni. Egyébként, igen, lehet, hogy az kellene, meg lehet, hogy el kellene pakolni az alkatrészeket hozzá. Már. Seven Days to Die egyébként, ez az Insane nem fog leállni, nagyon tetszik. Igaz, hogy nem sokat nézitek, nem sokan szeretitek a Seven Days to Die, de én nagyon szeretem. És nagyon érdekes a kihívás, hogy ilyen rohadt nehéz. A mesterséges intelligenciás Minecrafthoz, pontosan így érzem magam a Subnautica-ban, nincs jelző bólyám. Bob Hu írta, miért kell felülni a marketingnek és minden rágatni, hogy mesterséges intelligencia. Ez egy elem, és még csak nem is elelem. Na hát ebből nem tudom, nem értek semmit, ne haragudjál. Attila, 1 óra 11 perc, nekem ez adja. Tök jó, tetszik, 1 óra 12 perc nem igazi, nem érzem, hogy annyira jó lenne. Egyébként igen, tudom, mire gondolsz, a toronyra. Amikor fölmentem az Insane Seven Days to Die-ba a toronyhoz, és először tetszett, de aztán rájöttem, ugye leginkább az volt vele a probléma, hogy nem elég magas. És ugye észrevettek volna a zombik, el kellett volna kezdeni megint építkezni rá, aztán annyira nem tudom, igen. Hey, Cicoba! Az a baj, hogy az mesterséges intelligencia nem tud játszani, neki nincs szüksége szórakozásra, sose uratkozik, nem zavarja a folyamatos változást, nem zavarja a monotónia, nem kell lennie, innia, pihennie, nem lesz ideges, és nem kell lehiggadnia, nem szeret semmit, és utálni se tud, így, hogy igen, egyébként ezt elolvastam, olvasom, mindenki akarja. Egyébként nem tudom, hogy kapcsolódott magához ehhez a témához, de értem, hogy mire gondolsz. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon sokan, nagyon sok mindent belelátnak, ne haragudjatok, hogy ezt kitérek erre, de a mesterséges intelligenciát egyféleképpen lehet elképzelni most. Nagyon sokan megszemélyesítik például a ChatGPT-t. Úgy beszélgetnek vele, és úgy gondolnak rá, mint egy személy. A ChatGPT nem más, mint egy nyelvi szoftver, ami gyakorlatilag statisztikai alapon működik. Ha te kérdezel tőle valamit, akkor ő kikeresi a statisztikailag legmegfelelőbb
választ a kérdésedre. Nagyon jól működik, nagyon jól, nagyon smoothul működik, viszont ettől még ő nem gondolkodik, nem gondol semmit, az érzésekről nem is beszélünk, nem érez semmit nyilván, de nem gondol semmit, semmit nem is gondol, hanem inputra dob egy outputot. Ez úgy lehet elképzelni, ugye ismeritek biztos a kínai szoba vagy a kínai doboz elméletet, ezt érdemes meghallgatni, hogy valakit érdekel a mesterséges intelligencia. Ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy doboz, benne van egy ember, aki nem tud kínaiul. Fogalma sincs, nem tud kínaiul, te, mint egy kínai, oda sétálsz a dobozhoz, ráírsz egy kínai írásjelet egy papírra, mondjuk ráírod, hogy szia, és bedobod a dobozba. A benne lévő ember, aki nem tud kínaiul, nem tudja, milyen jel van odaírva, nem, fogalma sincs, hanem csak így látja ilyen krikszkrakszokat. Elővesz egy könyvet, és kikeresi a krikszkrakszokat, és kiválasztja azt, ami oda van írva is. Oda van írva neki, hogy erre a krikszkrakszra ezt a krikszkrakszot kell kidobnia. Megkeresi, és kidobja. De ő nem tudja, hogy mi van rajta. Te elolvasod, ami kijön, és az van ráírva, hogy szia neked is, milyen napod volt. És te, mint kívülálló, feltételezed, hogy az, aki, vagy az a doboz, vagy az, aki benne van, az kommunikál veled. Tud kínaiul. De nem tud kínaiul, hanem csak bizonyos inputra, tehát amit bedobsz neki, arra kikeresi a megfelelő lehetőséget, és kidobja azt a lehetőséget. De attól még a benne lévő ember nem érti, fogalma sincs, nem tudja, hogy, hogy mi van azon a papíron. Ő nem tudja, hogy most arról diskuráltok, hogy éppen milyen szép az idő, vagy akármi, vagy kérdezel tőle a ChatGPT-től valamit. A ChatGPT nem tudja, hanem a megfelelő inputra dob egy olyan választ, ami a listából ő kiválasztja, hogy ezt kell kidobnia. Szóval ezt így kell elképzelni, és ez gépiesítve van. Nem ember van, hanem egy gép van benne, berobott inputra dob egy outputot, és azt te megnézed, hogy mi van rajta, és tök úgy érzed, hogy kommunikál veled, de nem kommunikál veled, hanem ez egy algoritmus. Úgyhogy ezt így kell elképzelni, nagyon, nagyon sokan megszemélyesítik egyébként a mesterséges intelligenciát, ez nagyon nem így van. Igen, egyébként ezt nem is kommentreagál a videóra kellene, elneveztem, hanem ilyen beszéljünk dolgokról videónak. Szavazás. Nem is tudom, hogy mi volt ez a szavazás, úgyhogy most nem tudok érdembe válaszolni, hely! Ne haragudj, Gabriel! Júj, ezt nem tudom, hogy mire gondolsz. Christian Burian, Hali! Valami terheli a procidat, mert a fészkem is akar. Nézd meg a feladat kezelővel. Gyerekek! Ugye a Seven Days to Die-ba folyamatosan zsörtölődtem, hogy miért van töltögetési akadás a játékomba. Ugye nemrég, képzeljétek, hogy a tápom ugye elromlott, nem tudom, pár hónappal ezelőtt. És én hülye, nem vettem észre, hogy az egyik ramom az elszarta magát ekkor, elvitte. És 8 giga RAM-mal voltam, azzal játszottam, azzal vettük fel a SnowRunner részeket, meg se recentőlegét. 8 giga RAM-mal, amiből a Windows, mindjárt megnézem gyerekek, hogy mennyit eszik most, amikor itt semmi, gyakorlatilag nem csinál semmit, mindjárt ránézek. Memóriát, hallod? 6 gigát zabál. 6 gigát zabál így, hogy veszem fel ezt a videót, és meg vagy írva a Chrome, amiben itt nézegetem a dolgokat. 6 gigát zabál. És 8 gigám volt, és úgy vettük fel a SnowRunner részeket, és úgy vettem a Seven Days to Die részeket fel, és így csináltam a videókat. És nem vettem észre. És zsörtölődtem, hogy miért akart bazzár Seven Days to Die, és akkor így nézem, valamelyik nap, valamiért megnéztem, hogy mik futnak, és ez a mi? 8 gigaram? 8 gigaramom volt, hallod? És már azóta eszközöltem, megvannak az új ramok. De basszus, ennyire hülye voltam, hogy azért akadt, ugye mert folyamatosan szegény 8 giga RAM, volt vagy 2 giga szabad RAM-om, és azzal futtatta, meg úgy vettem fel a Seven Days to Die-t.
Képzeljétek. Ugye vettem a videót, megfutott a szövődésztő, de ezt csodálkoztam rajta, hogy meg-megakadt. Hát ilyen hülye voltam. Hónapokig így ment. Nem hónapokig, két hónapig, vagy egy hónapig. A két hónapig legalább. Borzalom, ilyen hülye vagyok, hallod. Úgyhogy Krisztián Búr jár, ez volt a probléma. Szikla! Ne várj bozótvágókés, túl kicsi a szinten, meg a game stage is. Egyébként viszont meg, ja igen, nagyon kicsi a szintem, kicsi a game stage, nincsen feltolva a loot stage se, úgyhogy tényleg valószínű, hogy nagyon-nagyon... De viszont valamit adhatna, legalább akkor egy tört, tudod, van az a túlélőkészszerű. Szikla írja, a rendőrautó akkor riaszt, csak ha csákányra szétvered, bárhány zárt törőkészlet elcsesznek, se riaszt, ez biztos? Mert én úgy emlékszem, hogy zárt törőkészlettel is riaszt, de majd megnézem. Marcel írt a Vladimires részhez, ugye a T-25-öshöz. Na, a mostani rész is jól sikerült, igaz, hogy voltak problémák, de ezt tette teljessé. A kövi részben a tégla darúzás mellé beiktathatnátok egy radozózást is, hogy szürke térképrészeken lévő dolgokat is lássátok. Egyébként ezt én mondtam Bencének, és ő azt mondta, hogy ezen a mapon már nem szükséges, de a következő mapon, Tajmir következő régiójában mindenképpen szükségeltetnék majd. Roland Cele írja, gyerünk papi, Unturned Reload, mehet, nagyon sok frissítés van benne, szerintem lehet rá kereslet. Csapasd neki, bezd vagy. Köszönöm szépen egyébként, gondolkoztam az Antonet, de megmondom őszintén, szerintem le is van szedve, és az utóbbi, nem tudom, két héttel ezelőtt kb. Ki is próbáltam, meg van egy srác, ő rám írt, hogy nem lenne kedvem egy RP szerverét így promotálni, úgyhogy, ja, nem lehet rossz, de viszont valahogy nekem már nem adja azt az érzést, mint annó adta. Fene tudja. Aztán lehet, hogy rá lehetne függeni. Ugye, de viszont ott van egy túlélőjátéknak, meg ott egy Seven Days to Die, ami azért nagyon sokkal jobb. Viszont ugye az Unturned meg ingyenes, meg jó emlékek fűznek hozzá, fene tudja. Mihály Koromi. Pont tegnap próbáltam ki lehetetlen kijátszani. Chuck Norris tegnap végigvitte, ez nagyon jó. Felirírja. Igen. Nelly írta, hogy biztos a modok. Nem, most már ugye megoldódott RAM. 8 gigarammal játszottam. Vladimir S. Viola Bence. Na most láthattátok, hiába tervezünk meg előre a részt. Valami mindig félre megy. Reméljük azért élvezetes volt a rész. Kövi részben még a hanggal is állítunk, mert néha alkultam. Igen, azt próbáljuk egyébként rájönni, de akkora nagy szívás van, bocs, hogy kitérek meg én. Olyan dolgok történnek néha, amikor amikor videókat veszel fel, hogy azt egyszerűen olyan anomáliákat tudnak összejönni, hogy ezt hihetetlen. Nekem van itt egy kamerám, ugye itt van a kamerám, és azon van egy webkamera, azon veszek fel képet, hogyha kell facecam. Az itt egy fix helyen van. És rájöttem, hogy azért voltam rohadt halk az első SnowRunner részekben, azt hiszem az első kettőben, vagy az első háromban, mert hiába vettem fel a fülesemet, ezen itt van egy mikrofon, most azt halljátok. És igen, látom, itt fekete ragasztószalaggal, fekete ragasztószalaggal be vagyok tekerve. Most elvállaltam, na sok... Erre még kitérek. Nem, gyorsan elmondom, most elvállaltam egy promóciót. Nem szoktam ilyeneket. Szoktak jönni ugye videósoknak olyanok, hogy hát reklámozod ezt a terméket, akkor kapsz belőle egyet, és akkor gyakorlatilag ugye megtarthatod. Hogyha csinálok róla egy reklámot, ugye, ezt általában nem úgy mondják a videósok, hogy reklámozod, hanem csinálok egy tesztet. Igen, csak egy tesztet róla, de ez úgy működik, ugye, engem is gyakran megkeresnek, hogy küldök egy ilyen terméket, arról csinálsz egy egész videót, meg tesztet, és akkor azért megkapod cserébe, vagy éppen kapsz érte ezt meg azt. Ezt soha nem szoktam elvállalni, nem nagyon érdekel engem ez a dolog, meg vagyok én a saját cuccaimmal, nem van munkahelyem,
nem, nincs ilyenre szükségem, nem akarom ilyeneket szennyezni a csatornámat, amit azért csinálok, azért tartok, mert szeretnék szórakozni, szóval nem akarom, hogy megmondja bárki, hogy mit csináljak rajta. Na viszont, most elvállaltam egyet, mert képzeljétek, most jött a héten, tegnap válaszoltam, tegnap előtt jött egy felkérés, hogy feljavatot kellene tesztelni, egy gamer fülest, és akkor ugye küldenek egyet, hogyha elvállalom, hogy egy videót csinálok róla, úgyhogy bocs is, rácok, lesz egy teszt. Lesz egy fejhallgató teszt majd a csatornán, valamikor, amikor megjön. És akkor megtartatom, és akkor le tudom cserélni, mert itt szigetelő szalaggal van összecsomózva, és egyébként tök szeretem ezt a fülest. Jó hangja van szerintem, tök jó, én bírom. Viszont akkor legalább lesz egy új. De egyébként lehet, hogy az... Lehet, hogy egyébként kisorsolom, gondoltam arra is. Na mindegy, az a lényeg, hogy elkezdtem venni azokat a részeket, és én rájöttem, hogy azért volt szar a hangom, mert nem a fül, nem ez vette, hanem a másik. Ugye a Windowsban ma, hogy így chat átállítja az elsődleges füles, nem tudom miért, bekapcsoláskor, vagy úgy érzékeli, hogy leválasztod az egyiket, mondjuk ezt, és akkor átváltó arra, hogy az lesz az elsődleges, utána hiába dugod be ezt, és akkor már akkor ugye változik. És azért voltam halk, mert hiába ordítoztam én itt, megbeszéltem, a tőlem, mit tudom én, másfél vagy egy méterre lévő webcamnak a mikrofonja vette az egészet. És utólag jöttem rá, hogy miért volt ez ilyen tompa, miért volt ilyen szar a hangom, amikor általában nem ilyen szokott lenni. Hát azért, mert átváltotta Windowsba, a felvevő programba, hogy ő arról akarja venni a hangot. Tehát ez egy borzalom, és ez nagyon-nagyon gyakori probléma, valamikor leveszi a hangot, felveszi 40%-ra a mikrofon hangját, leveszi 60%-ra, és mindig így ellenőrizgetni kell, úgyhogy vannak olyan anomáliák, néha azért kell... úgymond újra venni videót, de gyakorlatilag sokszor nem lehet újra venni, mert mit tudom, szemörnésző dájban nincs mentés, nem tud újra venni, érted? És akkor szívhatod a fogad, hogy most akkor mit csináljál. De mindegy, ilyenek vannak gyerekek, úgyhogy bocs, hogyha lesz egy ilyen teszt videó, ugye, a csatornán, feljelvatóról, akkor az azért van, mert azt bevállalta a Keeper most csodálatos módon. Ingyusra írt rá, hogy köszönjük. Egyébként tök jó Bencével, szerintem tök jó a kémia, nem úgy, hanem ugye tök jó, megértjük egymást, ő neki van egy ilyen, szerintem, ilyen ambíciója, hogy én mindig ilyen kerékkötő vagyok a csapatba, mert én szeretek szenvedni, én szeretek kihívásokat eszközölni, magunk elé állítani, ő meg inkább bemegyek a garázsba, és szeretnék azért modolni ezen a járműben, ne legyen akkora szívás, én meg próbálom így megkötni ezt az egészet, egy kicsit így, hogy ne legyen annyira könnyű, ő se szeretne OP dolgokkal játszani, de szeretné azért, hogyha nem az egész, hogy nagy szopás lenne, én meg mindig arra megyek, hogy nagy szopás, úgyhogy ez egy ilyen, voltak ilyen 90-es években ezek a tipikus buddy movie-k, tudjátok, amikor két karakter, akik nem annyira passzolnak együtt, különböző konfliktusokat, nem úgy konfliktusokba kerülnek, hogy most vitatkoznak nagyon durván, hanem az, hogy más a világnézetük. Ezeket hívták, hogy a buddy movie-nak az ilyen volt például a halálos... Milyen halálos iramba? Halálos fegyver filmek, meg nagyon sok ilyen volt. A Bad Boys, amikor két különböző stílusú ember volt, a 48 óra, nem tudom, egy csomót lehetne felsorolni. Szóval tök jó, szerintem ez jól működik, ő teljesen más, hogy szeretné haladni, szeretne produktívabb lenni, jobban menjen a progressz, én meg szeretném, hogy szenvedjünk. És hogy autentikusabb legyen. Úgyhogy jó, el vagyunk vele szerintem. Na hát ezzel nevettem egy nagyot. Szarvas Bogár műe írt, a T25-be beültünk hárman, majd telefingottuk. Egy kérdésem van. Abban kabinban nem lehet hárman beleférni. Mesélek egy sztorit, képzeljétek, volt. Már felénk nagyon migránsok nem nagyon szoknak járni. Ugye tudom, hogy a déli határ részen ott gyakorlatilag ezek a migráns verdák ilyen elhagyatva vannak nagyon sok helyen, mert addig használják őket, amíg átmennek az országon, vagy ott vagy bejutnak az országba, vagy A-ból B-be elmennek, és igazából akkor ott hagyják őket. Na, itt képzeljétek, a munkahelyem van, ott is volt egy ilyen akció,
az Audiba 13 darab migráns volt, és az idióták a főtér közepén, ez egy kis település, egy nem tudom milyen 2-3 ezer lakosú, ahol dolgozom, pacsa, ott neki mentek egy oszlopnak, és kiugráltak 13-an az Audiból, személyautóból. Nagyon komoly volt. Na, ezt még el akartam mondani. Na, és ezzel kapcsolatos, hogy hogy a francba fértetek be a T25-be 3-an. Az MTZ-ben nézte a Porest. Hát mi történik te itt, te úristen? Ez eszembe jut a Torrente filmbe, amikor mondja, tudod, hogy mi lenne, ha kivernénk egymástak, de semmi buzulás. Bolond T25-ös traktor gyakorlatom volt nekünk. Haver a ketten vedettük, egyikünk kuplung volt, másik váltott. Ganétulás után olyan kuplungos lett, hogy alig bírtunk vele elindulni. Széthúztuk, én szedtem szét az elektronikáját, mert összerakták, ugyanazzal a szar tárcsával, persze, hogy szar, mint kuplung. Ja, azóta nincs rajta világítás. Jó, összeraktad akkor az elektronikát. Ja, meg eldugult a gázolaj rendszere. Tolhattuk a műhelyi 200 méter havat toltunk vele. A váltó kulisszába a kukorica szemeket szórtunk. Ne! Édes Isten! Ez milyen lehet egy ilyen traktoros suliba szenvedni? Nagyon, nagyon adhatja. Egy mod berakás tutoriált kéretünk el egyébként. SGS Gaben csinált is egy nagyon gyorsat, viszont nem nagyon kell hozzá tutoriál. Mivel gyakorlatilag izébe tudod, magába a játékba kiválasztod a modokat, semmi extra. Rakd újra a gémet, igen, igen, GME 5127 írja, megoldódott ugye, azt már mondtam is. Igen, igen, ez lehet, hogy ugyanaz a város. Ez elég gyarús, de akkor ez valami modulokból rakja össze, ez a random generátor, hogy városok azok nagyjából ugyanazok legyenek. Nem annyira random a random generált map se. Nekem ezen a rábán is sikerült, mapon is sikerült elakasztanom a rábát, hát. Zsolt Sebő, képer kezd rájönni, hogy ebben a játékban nem lehet mindent megoldani egy MTZ-vel. Na erre egyébként gondoltam, hogy akarok reagálni. Zsolt, mindenkinek mondom, hogy nem feltétlenül azért szenvedünk kicsi gépekkel, MTZ-kkel ezen a mapon, mert milyen bolondok vagyunk, meg hogy ugye nyilván könnyebben meg tudnánk csinálni nagyobb gépekkel, csak ugye a későbbi feladatokat meg leginkább nem fogjuk tudni csinálni meg ilyen kisegépekkel, viszont nem szeretnénk, hogy ezek kimaradjanak a játékból. Azért egy MTZ-nek szerintem van létjogosultsága, egy T25-nek van létjogosultsága ebben a játékban, és szeretnénk ezeket kihasználni, később úgyis ki fognak kopni, nem fogunk tudni velük dolgozni, addig használjuk ki, ameddig. Igen. Igen. Egyébként Gabriel közben Lada támogató is lett, úgyhogy az ő neve is bele lesz gravírozva a Ladába! Alig várom, hogy megtörténjen már. De végre taggá váltam. Na. Gábor Vasari, Keeper, léci, folytasd az FS15 modot, alsó illakot. Fogjuk folytatni. Egyébként vettem is fel belőle részt. Úgyhogy mindenképpen fog kikerülni. Már nem emlékszem, mi volt-e. Oké, gyerekek, hát nem tudom másra így hirtelen reagáljak-e. Igen, itt Harry Potter írt egy tök jót, mert SGS Gobben kérdezte, papi, mikor lesz folytatva a SnowRun? Ülj be, profi sorozat! Ha nem is annyira profi, de nekem és szerintem másoknak is elég nagy segítség volt, amikor nekiálltam újra SnowRunnerezni. Egyébként, és erre írta Harry Potter, most komolyan, volt olyan sorozat, amit befejezett? Szerintem engedd el!
tök igazad van, Harry Potter, és igaza van azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy hát nem teljesen igaza van, és ki fogom fejteni, hogy miért. Ezek a játékok, amikkel játszom. Ezek pont olyan játékok egyébként, amiket nagyon nehéz azt mondani, hogy befejezted. Egy farming szimulátor, hát nincs egy olyan, nincs egy olyan kredit képernyőben jön, tudod, és akkor congratulation, és akkor végeztél. Nyilván egy, mondjuk egy code race-el, amelyiknek a single year végig tudod, akkor az jobban végig lehet tolni, az egy koherens egész, azt így vége van, mint egy SnowRunner-nek, vagy pedig egy farming szimulátornak, vagy pedig egy Seven Days to Die-nak. Egy Seven Days to Die-nak is nem, gyakorlatilag nincsen vége is. Ezért egy csomó sorozatot én úgy érzem, hogy kimaxoltam. Például voltak a Spin Tires részek, azokat kimaxoltuk. A legutolsó Seven Days to Die, amiből 100 részt csináltunk, azt hiszem, vagy 50 részt csináltunk talán, amiben már elértünk egy olyan szintre, ahol gyakorlatilag nem lehetett tovább fejlődni. Azt szerintem ki van maxolva. Biztos, igen, nyilván lehetne több részt csinálni belőle, viszont így gyakorlatilag végtelen részt lehet belőle csinálni. És itt ezt csak arra reflektálok, hogy oké, hogy nagyon kevés az olyan játék, amit befejezek, de olyan játékok ezek nagy részt, amikkel én játszom, amit nem lehet befejezni. Érted, hogy mire gondolok? Viszont igen, itt a SnowRunner Uber Profi sorozatban lehetne, viszont azért csináljuk így Bencével, mert így azért jóval szórakoztatóbb mindkettőnknek, nekem is jóval szórakoztatóbb, és lehet, hogy a nézőknek is szórakoztatóbb az egész. Amúgy igen, tök aranyos vagy Gaber, hogy bekvédett, írta, hogy igazad van, viszont a remény hal meg utoljára. Nagyon sok sorozat van elkezdve, nem lehet ezt győzni idővel meg észre. Én is így vagyok a magánéletben, a hobbiaimmal. Ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni, elfelejtődik, stb. Úgyhogy valahogy átérzem. Viszont az ilyen nagyon régóta nem folytatott dolgok tényleg elegettem én is. Például LTS 2. Igen, én nagyon, nagyon úgy vagyok. Én hobbiként tekintek a csatornámra, ellenbe olyanokkal, akik munkaként tekintenek a csatornájukra, és gyakorlatilag őnekik folyamatosan figyelni kell a trendeket, milyen játékokkal játszanak, hogyha mik a nagyon új címek, azokkal mindig a legelső nap kell játszani, főleg a AAA-vel, és ezekkel muszáj játszani, ha tetszik, ha nem tetszik, és ezeket végigviszik, szépen, akkurátusan megcsinálják. Munkaként fogják fel. Nekem ez hobbi, és nagyon jól mondott te is, hogy és a hobbiával így van az ember, hogy mit tudom én neki ezt legózni, például az jutott eszembe. Egyik ismerősöm pont legózik, és legózik. És tök élvezi. És lehet, hogy felénél tart, hogy kirakjon valami tök jó cuccot, és akkor félre rakja, mert mondjuk elkezdett puzzle-t rakni. És később meg rájön, hogy fú, de jó lenne befejezni ezt a legót. És ez azért van, mert ezek, vannak ilyen ingerek, hogy ezeket szeretnénk csinálni, ezt így eszedbe jut, és akkor tök jó csinálni. Viszont hogyha abban a pillanatban, amikor a legótnál ott vagy, hogy hát most nincs kedvem csinálni, és mégis folyamat, hát bazzeg, kéne csinálni ezt a legót. És akkor lehet, hogy még két napig úgy csinálod, hogy nincs hozzá kedved, akkor egy az, hogy magaddal kicseszel, meg én akkor nem érezni magam hitelesnek, hogy azért játszok, jaj, de jó, rakom ezt a legót, azt közben meg a tököm ki van vele, érted? Úgyhogy igen. Viszont én megértem azokat a videósokat is, ne félreértés ne essék, hogy én nem, ezzel nem kritizálom azt a videóst, aki ebből munkának tekinti, mert munkának tekinti, mert abból él meg, és ő neki ez a megélhetéséhez nem csak hogy lehet, hogy a szerves része, hanem gyakorlatilag az egy a része. És ez olyan, mint hogy reggel elmegyek én dolgozni, akkor is, hogyha nincs kedvem, akkor felkelni, de elmegyek dolgozni, mert ezt csinálom. És attól még lehet, hogy élvezem ott az nap a munkát, vagy éppen kevésbé élvezem, de azért megcsinálom. Értitek? Jó. Csak ez tényleg nem is, most már rájöttem, hogy ez nem kommentreagáló videónak fogom nevezni. Nekünk van két darab Tatra 815 betonmixer élőben, moré.
Zsolt, Fekete Zsolt, ne szórakozz, ezeket komolyan mondom. Billencs. És ezek szivattok ti, és nektek tényleg ízlétek, tátrátok van? Én meg nekem meg van egy Lada, ott van valahol, egy Lada modellem, bassza. Nem, hogy izém tátram. Egyébként, úristen, még még azóta se jöttem rá, egyszer jött. Azt nem, valaki nem, de nem elhajadtak magatokra, hogyha nem ti voltatok. Egy 80-as MTZ kicsi modell autó jött egy csomagba. És azt mondom, hogy nem volt ráírva semmi, és nem is írtak semmit, hogy küldik. Az ki volt? Ez évekkel ezelőtt volt. Azóta se jöttem rá. És ez nem tudom, hogy jutott eszembe. Egyébként köszönöm neki, de szerintem erről volt videó már. Jaj! András Takács, szia Keeper, már nagyon régóta nézlek, kb. 9 éve. A barátom is, és köszönjük a sok jó tartalmat. Kérdés, lesz-e még Spin Tires és FS19? És mit gondolsz az FS15-ről? FS15-ről most, vagy 25-ről most annyit beszéltük, mint a sár. Spin Tires az nem valószínű, hogy lesz, esetleg valami nosztalgia, de hát ott a SnowRunner, ami nagyon sokkal fejlettebb. Úgyhogy nem tudom, FS19, hú tényleg egyébként, ja, hát minden nap próbálok videót kirakni, vagy minden másnap, meg hát, most nagyon be vagyok függve egyébként FS25-re, alig várom, hogy megnyomjam a felvétele állításagomat, és megyek FS25-ezni. Az lesz gyerekek. Aha, egy farmos project, írja. Kempaci Zoltán. Igen, egy farmos dolog. Egyébként van külön farmos map, úgyhogy valószínűleg azon fogjuk csinálni. Szerintem 8 vagy 7 vagy nem tudom hányba. Csak azt nekem meg kell vennem, mert az nekem nincs meg. Bencének megvan. Monokról esett szó, jaj, meg írtam is neki közben. Ó, igen. Like ingyen van, igen. Na, srácok! Ó, így egyébként Zsolcsebőt sírta Zsolcsebő, kritikusan áll hozzá a dolgokhoz, és azt egyébként bírom, valaki, nem is tudom, még Nellivel egyszer beszéltem, és mondta, hogy van ez a Zsolcsebő, vagy mondta, hogy van ez a srác, ez olyan bunkónak tűnik, vagy nem is tudom, valami bunkót írt. Mondom, nem, ő nem bunkót írt, ő kritikusan áll hozzá a dolgokhoz. Egyébként szerintem most van egy ilyen komment, aki először látja, és nem azonosítja azzal az emberrel, például Zsolt Zsebővel, akit én úgymond ismerek, nem tudom, ezt nem írja ki, hogy mióta van csatorna? 5 éve, bazz, 5 éve. Az mióta autentikus, hogy egy olyan dolog, ami a kék K700-nak is kihívás MTZ-vel akarod húzni? Már ha nem, csites az MTZ. Megpróbálni meg lehet egyébként. Hatalmas pacsi nektek, srácok! Ghost Gaming. Ó, lábon lövőre futkosó zombit sétálni fog. Jó, gyerekek! Elbúcsúszom. Ahogyha gondoljátok, hogy legyen ilyen, hát nem is, én nem kommentregáló videónak nevezném, hanem inkább dumálgassunk videó, akkor írjátok, hogy legyen még ilyen. Az a baj, hogy nagyon elkalandozok, inkább ilyen vlogszerű dolog ez, ahogy észrevettem. De figyeljetek, akkor jó, csácsom egy sötészt, figyeljetek, van rám itt ilyen egy intro. Hello, hello!